Sziasztok, ez a BB Rádió, Muscle Beach után vagyunk Mohamed Gabival. Hát először is, hogyan tanultál meg ilyen jól magyarul, hiszen Gabi egy nagyon egzotikus arab bikini versenyző. Mert hát ugye Mohamed, hogyan tanultál meg ilyen jól magyarul, és hogy kerültél ide Magyarországra? Ez az első kérdés. Sziasztok, nagyon köszönöm a meghívást. Hát én úgy tanultam meg ilyen jól magyarul, hogy itt születtem, és itt nőttem föl. Viszont most már lassan 8 éve Amerikában élek, ahol férjhez is mentem, és a férjemnek a nevét vettem föl, így lettem Mohamed. És ezen kívül teljes mértékben magyar vagyok, ez a kicsit barnább bőr, ez talán valahol a családba jött be, de mind a két anyai, apai ágon magyar származású vagyok. Nem a bőröd egyébként, én is barna bőrű vagyok, hanem egzotikus az arcod. Tehát ezért el lehetne simán hinni, hogy Mohamed, össze lehetne rakni, hogy valami közel-keleti származásod van. Úgyhogy ez igazából ilyen szempontból jó poén volt. Egyébként mielőtt folytatjuk, még egy dolgot el kell, hogy mondjak. Nem olyan szoktam figyelni a hozzászólásokat, de eljutott hozzám egy olyan okos kérdés, hogy miért rajtam felhallgató közben. Hát nem azért van felhallgató közben, hogy hasonlítsak a Miki Egérre, hanem ezzel monitorozom a hangot. Tehát bármilyen hihetetlen, amikor filmet forgatunk, vagy BBTV-t forgatunk, vagy akármilyen anyagot forgatunk, akkor az operatőrön van fejhallgató, csak az nem látszik, mert ő a túloldalon van. Viszont nekem most ilyenkor nincsen ilyen értelemben operatőröm, tehát én most így monitorozom a hangot, hogy halljam, hogy hogyan beszélek, mert ez ugye egy podcast, ez másképp néz ki ez a történet. És ha felvennénk mondjuk egy órás beszélgetést úgy, hogy a hang nem stimmel, akkor aztán marha ideges lennék, úgyhogy ezért van rajtam felhallgató, hogy figyeljem a hangunkat, hogy minden stimmeljen. Na, visszatérve a lényegre, hogyan lett belőtt bikini versenyző? Hát ez egy elég jó kis sztori, mert én 10x évvel ezelőtt már itthon nagy szerelmese voltam a testépítésnek, ugye arról beszélgettünk is már korábban, hogy talán az első meg a második Muscle Beach-en én kint is voltam, ugye ez volt most a 11. és én körülbelül 11 évvel ezelőtt voltam kint. Tehát már akkor követtem a testépítést. Én nekem mindig is nagyon tetszettek a testépítő férfiak, de nem olyan szempontból, hogy mint férfiak, hanem hogy lenyűgözőnek tartottam azt, hogy képes az emberi test ilyen változásokon keresztül menni, ugye edzés és étrend modifikálásokkal, hogy egy ilyen fantasztikus fizikumot lehet fölépíteni és színpadi formát előhozni. Az első Muscle Beach-en nyilván nem mint sztár vendég voltál még, hanem mint néző. Egyébként azt nem tudom, még most sem, hogy ez most a 11. vagy a 10. Te is 11-et mondtál, a Bohos is 11-et mondott, de kimaradt egy év a Covid miatt, úgyhogy lehet, hogy ez csak a 10. Fogalmam sincsen, azt sem tudom, mikor kezdtük. Az biztos, hogy jó sok volt. Én egy kivételével az összesen ott voltam. Az egyik Muscle Beach-en fél órát tartózkodtam összesen, de hogy mondjam, ennek volt egy nagyon jó előzménye, és te belecsöppentél ebben. Tehát a legeleje a Muscle Beach-nek fogalmazunk úgy, hogy az nagyon jó volt. A sokan szokták még vissza sírni idézőjelbe, hogy milyen jók voltak a régi Muscle Beach-ek. Emlékszel rá, hogy milyen volt az? Hát, hogy őszinte legyek, én nem emlékszem, hogy milyen programok voltak. Segítek, semmilyen program nem volt. Igen, hogy voltak egyáltalán programok. Azt tudom, hogy voltak standok akkor is, ahol ugye lehetett fotózkodni. Akkor emlékszem, hogy kettőre biztos emlékszem, hogy voltam, és akkor a Cedric McMillan volt a sztár vendég, aki meg volt hívva, meg ugye az akkori SciTech tagok, Toldi Zsuzsi, Csuhai Jani, voltak még akkor. Én sem emlékszem, hogy kik voltak, de már ott volt szerintem már Ola Ákos is, Bodo Imi is ott volt akkoriban. Igen, a Bodo Imi a Dórival. Ki volt még akkor? Azt hiszem, hogy Berecki Krisztián is akkor szájtekes volt. Igen, akkor egy rövid ideig az volt. Úgyhogy ezekre az emberekre biztos, hogy emlékszem. A Bécinek a volt felesége. Igen, a Olá Vivi is ott volt. Olá, Vivi. A Toldi Zsuzsi nekem nagyon nagy kedvencem volt nagyon sokáig. Amikor elkezdtem imádni a testépítést, akkor nem is bikini kategóriát, hanem figur kategóriát. Nekem Toldi Zsuzsi és Larissa Reis volt két nagy kedvencem. De hát most már, amikor én elkezdtem versenyezni 2 évvel ezelőtt, már ugye az egész testépítő világ
kategóriát váltott, hogy hogy mondjam, hogy ami akkoriban még bikini volt, az nem volt annyira izmos, mint a mostani bikini kategóriák. Tehát minden egy kicsit változik. Én úgy gondolom, hogy az én fizikumomhoz a bikininél több izomzat abszolút nem állna jól. Úgyhogy én ezért versenyzek bikini kategóriába, de még mindig nagyon tetszenek a figurusok, és a most újonnan megjelent wellness kategória is. Kicsit még visszatérek a Master Beach-re, azt is meg szoktak kérdezni. Ha néha találkozok, és ezt nem akarom szebben mondani, a lelkes hülyékkel is, akkor kérdezik, hogy mit tudom én, miért nincs itt a Vörös Zoli, meg miért nincs itt a Toldi Zsuzsi. Tehát ezen így beszarok. Elment az idő. Eltelt 10 év azóta. Mindenkinek megváltozott az élete. Lehet, hogy már nem aktívak, sőt, biztos nem aktívak a sportban. Tímtagok, te is aktív sportoló vagy, ugye tavaly Gabi indult az olimpián, tehát ezért van bent a tímben, nem nagyon van a tímben, nem aktív tímtag. Talán aki kivétel ebből a Kormos Zoli, aki ugye előlépett egy ilyen edzőguruvá, ő azért Team SciTech tag, de alapvetően akkor került be ebbe a csapatba, amikor éppen az utolsó verseny szezonját csinálta, amikor egy ilyen utolsó, ilyen visszavonuló versenyszezont akar csinálni, és benne maradt a csapatban, de a többieknek elment az életük egy másik irányba, mással foglalkoznak, Zsuzsinak is kislánya, vagy nem, kisfia van, tehát nem nagyon van így igazából a sportban ilyen gyereknevelő, vagy nagypapa, nagymama, vagy kismama, vagy ilyen kategória, úgyhogy más lett az emberek élete, nem lehet elvárni azt, hogy egy 10 évvel ezelőtt egy tímtag a mai napig formában tartsa magát, és a mai napig sportoló legyen, ezért változnak a csapattagok is. Meg hát más okok miatt is változnak a csapattagok, úgyhogy nem ugyanazok vannak, mint akkor. Ez ilyen egyszerű, ezt meg kell érteni. Kicsit ez az a fajta hülyeség, mint amikor még a 90-es években várták, hogy Arnold Schwarzenegger visszatér majd az olimpiára. Tehát el kell fogadni, hogy nem, változnak a dolgok, vannak új sportolók, úgyhogy megyünk tovább. Na, térjünk vissza hozzád. Ugye nem sokára fogunk csinálni veled egy posing szemináriumot, aminek lesz egy másik érdekes része, mégpedig az, hogy beszélünk az olimpiáról, beszélünk arról, hogy milyen ott versenyezni. Te neked ugye Magyarországon olyan nagyon nagy versenytapasztalatod nem volt. Arra akarok kiukadni, hogy összehasonlítsuk, hogy milyen az amerikai világ ilyen szempontból. Nyilván ebben a részben jobb lesz, meg milyenek a magyar körülmények. Igen, ahogy mondtad, én mivel kint kezdtem el versenyezni Amerikába, ugye ahogy mondtam, már lassan 8 éve kint élek, és 3 éve ezelőtt kezdtem el versenyezni. 2-3? 3. Ezért nekem a magyarországi versenyzésről, mint versenyző, nincsen összehasonlítási viszonyom. Itthon is mentem versenyekre, ugye a Superbadin is voltam, 2-3 is, meg ilyen kisebb versenyekre ellátogattam itthon, de mint versenyző nem tudom megmondani, hogy mi az, amit látok. Viszont mint amerikai versenyző azt tudom, hogy kint sokkal több lehetőség van versenyezni, hogyha az NPCI-ja Bibiről, amiben én versenyzek, beszélünk, mert itthon talán 2 vagy 3 verseny van Magyarországon. Azon kívül meg a környező országokban sincsen annyi, mint amennyi kint van Amerikában. Én Floridában élek, és a versenyszezon időszaka alatt majdnem minden hétvégén van kint verseny. Profi versenyekhez utazgatni kell nekünk is, viszont van olyan, hogy 2-3 profi verseny is van egy hétvégén az országban. Úgyhogy úgy sokkal könnyebb érvényesülni, mint itt Magyarországon, vagy itt Európában. Hát nyilván verseny az nálunk is több van, mert ugye NPC versenyből kevesebb van, mint az összes verseny, most már egész sok verseny van Magyarországon is. Mondjuk én sem bírom ezeket követni, mert nem is akarom. Tulajdonképpen viszont egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor beszéltünk erről, hogy te pózoktatással fogsz foglalkozni, majd online, ugye elég hitelesen, hiszen te már azért az olimpia szintről ehhez eléggé értesz, meg hát azt is én megfigyeltem, hogy te minden hétvégén szinte mész valahova, vagy valami oktatásra, vagy valami szemináriumra, vagy valamilyen versenyre, tehát állandóan mész, állandóan részt veszel ebben az életben, benne vagy a sűrűjében. Viszont amikor felmerült ez, hogy csinálunk egy ilyen posing szemináriumot, akkor nekem eszembe jutott az a probléma, hogy ez nagyon sok versenyzőnek megvan a maga pózoktatója, és esetleg ezért nem fognak eljönni, mert ez egy ilyen érdekellentét kvázi, és erre mondtál nekem egy döbbenetes dolgot, hogy ez Amerikában ilyen nem létezik. Igen, tehát
Én itthon ezeket nem tapasztaltam, ugye nem itthon élek, de amit kint tapasztalok, az az, hogy kint a versenyzők között nagyon nagy összetartás van, és nagyon nagy szeretet van, meg tisztelet van, tehát mi nem szoktunk egymás ellen beszélni, meg egymás ellen menni, sőt, nekem van nagyon sok olyan versenyző ismerősöm, akik ajánlanak nekem posing klienseket, vagy én ajánlok nekik, tehát hogyha valaki tud személyesen pózoktatást oktatni, ugye az a legjobb, és hogyha én tudom, hogy valaki abban a városban lakik, ahol éppen a hölgy keres oktatót, akkor én is oda küldöm. Ugye ezt meg tudjuk oldani online is, attól függ, hogy kinek mennyi ideje van, de a személyes az mindig sokkal jobb, hogyha személyesen el lehet magyarázni a dolgokat, meg lehet mutatni, hogy ki hogy álljon. Én azért szeretek nagyon a versenyekre járni, mert abból én rengeteget tanulok, és teljesen más képeken, meg felvételeken nézni egy versenyt, mint ott ülni a bírók mögött, és azt látni, amit ők látnak. És én ezen abból nagyon szerencsés vagyok, hogy Floridában ilyen sok verseny van, és Floridában a jó idő miatt nagyon sok szemináriumot is tartanak, és nagyon sok szemináriumra meghívnak, hogy segítsek nekik pózolást oktatni. Ezért is folyamatosan benne vagyok, és mindig gyakorlom. Meg ugye járok a versenyekre, ott meg látom azt, hogy milyen hibákat csinálnak a lányok, és tudom a saját magam pózolását fejleszteni ezzel, meg el tudom mondani az én klienseimnek is, hogy mire kell figyelni. Mert amikor valaki elmegy versenyezni, ezt tudom magamról, hogy én is csinálok olyan hibákat versenyen, amit utána visszanézek a videón, és látom, hogy úristen, én ezt csináltam, de akkor azért nem tanulok belőle, mert annyi mindenre kell figyelni a verseny alatt, meg ugye éhes is vagy, fáradt is vagy, arra figyelsz, hogy a legjobbat hoz ki magadból, nem arra figyelsz, hogy ó, most milyen kis hibát vétettem, vagy mit csináltam, vagy hogy csináltam, azt észre se veszed egészen addig, ameddig visszanézed a videót, és észreveszed, hogy ezt nem úgy csináltam, mint ahogy kellett volna. Viszont amikor nem versenyzek, hanem csak nézem a versenyeket, akkor minden apró részletet észreveszek, és meg tudom jegyezni. De hát a kis hibák azok ugye számítanak, hiszen most az olimpián is tavaly, vagy 70-en voltatok a színpadon, tehát valami alapján ki kell, hogy válasszák a bírók, hogy ki fog nyerni, vagy ki fog tovább jutni, vagy mi lesz, és ezért gondolom, nagyon-nagyon számít minden kis apró nüansz. Így van. Most pontosan én sem emlékszem, hogy hányan voltunk, de olyan 50-60-an voltunk az olimpián, és az én csapatomban, hogy én Team Atlas tag vagyok, mi voltunk 22-en? Talán elég sokan. És hát nekünk meg is mondta az edzőnk a csapatgyűlésen, hogy itt nem az a lényeg, hogy ki milyen jól néz ki, hanem hogy kivéti az első hibát, és arra fognak menni, hogy hívják a szekciókat, megnézik a lányokat, és akkor már onnantól kezdve elkezdik pontozni, hogy aki hibát vét, akkor azt lepontozzák, és ugye azokat fogják nézni, akik nem hibáztak. Tehát itt ebben az esetben, amikor ilyen sok versenyző van, akkor úgy tudnak a bírók lefaragni belőle, hogy a hibákra mennek. Hát én azt is gondolom, hogy annyira jó már itt a fizikuma mindenkinek, hogy már fizikumban dönteni kevésbé lehet, hanem akkor ezért talán a prezentációt jobban nézik. Ennyire tényleg számít a prezentáció? A bikinibe eszméletlenül fontos a prezentáció. Fontosabb a prezentáció, mint maga a fizikum igazából, és ezt meg is mondták, hogyha valaki követi az IFBB profiligának az Instagram oldalát, akkor Tyler Mannion, a Vice President az IFBB League-nek ki is adott egy videóközleményt, amiben elmagyarázta, hogy mi az, amiket néznek, és hogy a bikini kategóriában kifejezetten fontos az összhang, a prezentáció, ugye a haj, smink, a bikini, a cipő, tehát itt nem feltétlenül a legjobb fizikumú hölgy fog nyerni, hanem lehet, hogyha valakinek sokkal jobb a prezentációja, sokkal jobban elő tudja magát adni, meg tudja magát mutatni, mint egy másik hölgy, akinek mondjuk jobb a fizikuma, de nem tudja olyan jól prezentálni, akkor a kevésbé jó fizikumú lesz a győztes aznap. Hát én inkább ezt úgy fogalmaznám meg, hogy nehogy itt félreértető legyen, tehát itt mindenkinek brutál jó a fizikuma. És nem tudják kielemezni ezeket a fizikumokat, tehát nem lehet mindenkit beállítani egy ilyen boncolásszerűen, hogy a fizikumot kiértékeljük lézerrel, hanem a bíró ugye azt fogja pontozni, amit lát. És ezt úgy kell értelmezni ezt a sztorit, hogy
A bíró azt fogja nézni, hogy ki néz ki jobban, ki áll, nyilván ez azt jelenti, hogy ki áll be jobban a pózba, ki mozog jobban, és ez alapján fogja eldönteni, amit ő lát abban a pillanatban, de ez mondjuk testépítésben is így van, mindenben így van, tehát tök mindegy, hogy kinek milyen a fizikuma, aki jobban meg tudja a fizikumát mutatni, és jobban néz ki, de az fog nyerni, ez ilyen egyszerű, és itt a bikinibe Mr. Olympia szinten annyira kiélezett már a dolog, hogy tényleg erre muszáj nagyon-nagyon erősen adni. Hát ugye én nem tudom, hány órát vártunk, mire kijöttetek egyébként az olimpián, már majdnem befontam a hajamat, meg lezsibbadtak a lábaim teljesen, de hát iszonyat sokan voltatok, és iszonyatos jól mozgott mindenki, és iszonyatosan jól nézett ki mindenki, úgyhogy ott azért, hogy az ember megállja a helyét, az nem egyszerű. Lelkileg ez neked milyen? Tehát mennyire izgulsz mondjuk egy olimpia előtt? Hát én amúgy mindig nagyon szoktam izgulni a versenyeket, pedig ez egy olyan dolog, amit mi választottunk, tehát azért versenyzünk, mert ezt szeretjük csinálni, én is imádok versenyezni, de ez a megfelelési kényszer, tehát nyilván a legjobb szeretnék lenni. Viszont az olimpián, ez volt az első olimpiám, és oda úgy mentem, hogy én el se hittem még akkor se, hogy ott vagyok az olimpián, és oda annyira nyugodtan mentem, hogy abszolút nem izgultam előtte, hanem csak boldog voltam, hogy ott lehetek, és egy fantasztikus élmény volt. Főleg az, hogy olyanokkal álltam egy színpadon, akikre évekkel előtte fölnéztem, meg nem is gondoltam volna, hogy egy színpadon fogok velük versenyezni, és hogy tudni fogják a nevemet, és tök szeretettel fogadnak, meg várnak, és emlékszem, amikor Janet Lyonnak, ő amúgy annyira aranyos volt, ő is Floridában lakik, nem is nagyon messze tőlem, úgyhogy vele több szemináriumon is találkoztam, és kaptam tőle egy kis ajándékcsomagot, benne volt egy kártya, és akkor rá volt írva, hogy nagyon örülök, hogy részese lehettem az utadnak az olimpiáig, és sok sikert kívánok, ha bármire szükséged van hozzá, mindig fordulhatsz, és volt az egy kis makaron csomag is csatolva, és akkor ez engem annyira meghatott, hogy 2020-as, azt hiszem, előző Miss Bikini Olympia Janet Lyon nekem adott ajándékot az olimpia előtt, és mondta nekem, hogy kiérdemeltem azt, hogy ott legyek, ez egy fantasztikus érzés volt. És hát tényleg, mert ugye mindenki, aki ott van, azért van ott, mert megnyert egy versenyt, tehát kiérdemelte a helyet az olimpián. Hogyan kell elképzelni Mr. Olympia helyszínét, a színpadot, a backstage-t, a körülményeket, Las Vegas-t? Ez egy kicsit lehet, hogy hosszabb lesz, mire el tudod ezt mesélni, de hát ugye mi itt vagy a magyar versenyekhez vagyunk szokva, nyilván egy kisebb volumenű dolog, vagy lehet, hogy olyanok néznek, meg hallgatnak minket, akik nem voltak még verseny soha. Ezt a rossz szokást azt meg kell változtatni egyébként, mert lesz szuperbad idén is, október 28-án is az élmény lesz, de érdemes eljönni. Egyébként még mindig rekett vagyok. Most így rájöttem, hogy a Master Beach óta még mindig rekett vagyok. Szóval nyilván én is el tudnám mondani az én szemszögemet, de kíváncsi vagyok, te szemszögedből milyen élmény egy olimpia belülről, milyen a backstage, hogy mennyire precízek, hogy szednek össze, meg egyáltalán Vegas, a hotel, meg ezekre gondolok. Ugye ez volt az első olimpiám, és ez most a tavalyi évben elég későre esett, december közepe volt, ugye karácsony előtt nem sokkal, és nagyon-nagyon hideg volt, úgyhogy én nem vagyok hozzászokva, ugye, hogy melyemben élek a hideghez, és az kicsit nehezen érintett, mert folyamatosan ki volt száradva az arcom, a kezem, és fáztam egyfolytában. Valamint ugye Vegasban a kaszinózás az a legnagyobb dolog, és mindenhol lehet dohányozni, ehhez sem vagyok hozzászokva, olyan, hát a vágni lehetett a füstöt, ugye. Floridában nem lehet dohányozni mindenhol? Nem. És ráadásul Floridában nincs is annyira sok kaszinó, szerintem két kaszinó van, ott is lehet a kaszinókba, de hát én nem nagyon szoktam kaszinóba járni. De benti dohányzás nincsen egyáltalán. Ezt a kaszinót azért írjuk le, mert így lehet, hogy azt képzeljük, hogy ez egy épület, ami kaszinó, de ezért ez nem egészen így van. Nem, hát itt ahogy már a reptérre megérkezik az ember, már ott kaszinógépek vannak. És a hotelnek az aljába is kaszinógépekkel van tele, és ott ugye lehet dohányozni. És
abból a szempontból nagyon szerencsések voltunk, hogy abban a hotelben szálltunk meg, ahol a döntő is volt, úgyhogy csak le kellett menni a lifttel és átsétálni a döntőbe, viszont a... Egy csekély 30 perc alatt. Viszont a prejudging, az elődöntő a Venetian hotelben volt, ahol az expo is volt. És mivel nagyon sok versenyző volt, azt hiszem előttünk volt a wellness, ahol úszint nagyon sok versenyző volt, és a men's physique, hát a men's physique-ben is 70-en voltak, úgyhogy... Azt összekevertem, akkor ott voltak 70-en, nálatok meg 60-an. Úgyhogy igen, nagyon sokat kellett várni, de a backstage az fantasztikusan kényelmesen volt nekünk megcsinálva, ugye volt WC is bent, úgyhogy nekünk ki se kellett menni a backstage-ből. Egy komplett edzőterem volt felszerelve bent, ugye, hogy be tudjunk melegíteni, akkor ott folyamatosan jöttek, és kérdezték, hogy van-e szükségünk valamire, ha bármi kell, akkor kit, hol találunk, tehát ez fantasztikusan meg volt szervezve, tudtuk, hogy kinek, mikor, hol kell lennie, ugye elmászkálás nem volt, mert mindenünk meg volt, nem kellett mászkálnunk sehova, és mindenki nagyon-nagyon kedves egymással. Én ugye itthoni tapasztalatom nincsen, hogy beszélgetnek a lányok egymással, vagy nem, de ott mindenki nyugtatta a másikat, vagy éppen csak beszélgettek hétköznapi dolgokról, tehát tényleg egy olyan jó hangulat volt a backstage-ben, amíg várakoztunk, mint hogyha egy sima átlagos napon összejött volna ez az összes lány, és csak beszélgetni. Ez nekem azért is furcsa, mert kívülről meg nekem úgy, mint amúgy versenyszervezőnek kívülről nézve ez nekem kicsit rideg egy ilyen verseny. Tehát nagyon sok verseny van, és így nem tud személyes lenni. Itt nincsen senkinek egy ilyen megtervezett színpadi pillanata, hanem egyszerűen le van darálva, mert hát ennyi versenyszervezőnek nem lehet máshogy megoldani. De úgy hallottam, hogy jövőre ebben szigorítás is lesz, és nem lesz már ekkora mezőny. Igen, most ugye hamarabb is lesz az olimpia, mint tavaly volt. Tavaly december 17-18-17-én voltunk mi, azt hiszem. Idén november 2-től 5-ig lesz, úgyhogy egy jó másfél hónappal hamarabb is lesz, és a határidő, a kvalifikációs határidő az október 9, és eltörölték a pontszisztemet. Ugye volt ez a pontszisztem, hogy az első, vagyis a második, harmadik, negyedik helyezett, vagy még talán az ötödik helyezett is kapott pontot a versenyeken, és akkor akinek a legtöbb pontja volt, az első kettő, vagy három a pontszisztembe, még bekerült az olimpiára. Nekem van is egy ismerősöm, aki elég közel áll hozzám, aki így került be a pontszisztemmel. Na most ezt a pontszisztemet azért találták ki, mert ugye a Covid miatt eléggé kevesen indultak a versenyeken, és akkor így is segíteni akarták a versenyzőket, meg a versenyeket. Viszont ennek ez lett az eredménye, hogy rengeteg-rengeteg ember kvalifikált a kategóriákba, és ezt egy kicsit vissza akarták szorítani, hogy ne veszítse el a presztízsét az olimpia. Alapvetően hogyan lehet kvalifikálni? Minden profi verseny győztese kvalifikál az olimpiára. Kiemelt versenyeken pedig akár a harmadik helyzet is, mondjuk egy Arnold Klasszikon, ha jól tudom. Most megint változtattak a kvalifikációs szabályokon, úgyhogy ezt minden évben meg kell nézni, hogy mi a kvalifikációs szabály. Ami nekem ugye a legfontosabb, az a versenygyőzelem. Hát eleve ugye minden évben olvassuk a versenykiírást, onnan indulnánk ki. Ezt kellene csinálni, és akkor nincsen vita, de hát ezzel még mi is találkozunk, hogy így fogalmuk nincsen semmiről. Tehát előnevezés helyett odajövünk a helyszínre, meg ezeket ezt minden évben el kell játszani, akármit is csinálunk ezzel a dologgal. Na most, ugye neked a Las Vegas szempont, meg az amerikai élet az nem különösebben mond újdokságot, hiszen Floridában élsz, de hát Vegas az jelentősen rosszabb volt, most idén abban biztos vagyok, mert mi is kint voltunk, és eléggé zord volt az idő, meg a körülmények, de valahogy nem is volt annyira vidám, meg annyira pozitív az egész. Amiről viszont még nem beszéltünk, és én ezt mindig felhozom, hogy az edzés körülmények milyenek, mondjuk Vegas és Miami tekintetében, meg persze Magyarországhoz képest milyen mondjuk neked otthon edzeni Miami-ban? Miami és Vegas között nagy különbség nincsen. Ugye kint vannak, nem tudom, hogy aki járt kint már Amerikában, az biztos szembesült azzal, hogy vannak edzőterem láncolatok, mint például LA Fitness, meg Planet Fitness, amik ilyen, én úgy mondanám, hogy kisebb
edzőtermek, de csak azért, mert a hétköznapi emberekre van kiépítve ez az edzőterem láncolat, tehát ne olyan gépeket képzeljünk el, hogy a legmodernebb, legjobb és mindenből 5 darab van, tehát én ezt mindig, amikor hazajövök, akkor elmondom itt a barátaimnak, ismerősömnek, hogy itt Magyarországon ezekkel a fantasztikus edzőtermekkel, amik itthon vannak, az emberek el vannak kényeztetve, mert kint erre nincsen ennyire sok példa, hogy ilyen jó edzőtermek vannak, hanem vannak edzőtermek, nagyon sok edzőterem van, de nem ilyen felszereltséggel, nem ilyen gépparkokkal. Úgyhogy persze mindent meg lehet csinálni. Én több helyen is edzek, mert a munkám, a sulim, a lakóhelyem teljesen külön részre esik, úgyhogy éppen hol vagyok, attól függ, hogy hol edzek, de a legjobban, ahol szeretek edzeni, az Elevation Downtown Miami-ba, az kimondottan egy olyan edzőterem, ahova a versenyzők járnak, tehát az rendesen, fantasztikusan felszerelt edzőterem. De ha éppen nem oda megyek, akkor egy olyan edzőterembe megyek, ahol 28-szor kérdezik meg 10 perc alatt, hogy mennyi van még hátra, és olyan 15-től 20 éves korig van a korhatár, mert ugye arra a rétegre van az edzőterem kitalálva, és elég olcsó is, $10 havonta a havi bérlet. Hát itt több érdekesség is eszembe jutott. Egyrészt elég vicces, hogy $10 a havi bérlet, minket meg lehúztak $25 egy darab edzésért, tehát az azért elég komoly, nem szaroznak Amerikában, az kétségtelen ilyen szempontból. Tehát itt ebben a dologban, Amerika kicsit, azt tudom mondani, hogy kicsit felszínes, tehát nagyon barátságos, meg kedves mindenki, amíg fizetsz. És tehát azért az prioritásban van, azt tudni kell mindig. Most a másik dolog, ami eszembe jutott, az a lila edzőterem hálózat, az a lila edzőterem, az a Planet Fitness? Igen, az a Planet Fitness, oda $10. Tehát itt is vannak különböző kategóriák. A $10 az a legalapabb, csak az edzőterem használat, és akkor van azt hiszem $25.99, amiben már benne van ilyen masszázs, székhasználat, szolárium használat, piros lámpás gép használat. Mi ez a piros lámpás gép? Olyan, mint egy álló szolárium, csak piros lámpák vannak benne, ami elvileg nagyon jó a bőrre, nagyon jó a mi az inflammation magyarul? Gyulladásra. Nagyon jó a gyulladás csökkentésre. Én nem szoktam használni, de lehet, hogy nekem is kéne, mert egyre jobban elterjedtebb. Viszont ez a $25 napi jegy, ebbe bele lehet futni egy olyan terembe, ami mondjuk nagyobb terem, tehát ott, ahol én edzek downtownba. Elevésembe is annyi volt. Elevésembe. Ott viszont én $100 fizetek havonta. Úgy kell elképzelni, hogy minden egyes teremnek van egy éves tagsági díja, amit egy évben egyszer vonnak le, és azon felül még fizeted a havi díjat. Tehát az Elevésemben én fizetek $160 egy évben, csak azért, hogy meglegyen a membershipem, és $100 havonta. Hoppá, ezt nem is gondoltam volna. Egyébként én kapom e-mailbe most. Az összes nyüves terembe be kellett regisztrálnunk, fél óra szarakodással, nem értették a nevemet, tehát azt le kellett külön írni, stb. Amikor oda mentünk egyszer 6-an, az, vagy 8-an, az külön izgi volt, és a mai napig jönnek az ajánlatok, és ilyen nagyon durva ajánlatok jönnek, tényleg ez a $10 dolog, de azért itt megint tudni kell, hogy itt az üzleti modell ebben az, hogy megveszed a bérletet, és nem mész. Tehát azért erre vannak alapozva. Nagyon jól tudják, hogy nagyon sokan az éves bérletet meg fogják venni, mert akkor lesz $10, ha egy évet kifizetsz. Tehát annuálisan számolják ezt a $10, és ha meg ez nincs meg, akkor jóval drágább. Így van, tehát ki kell, van egy egyéves szerződés, amit meg lehet bontani, de akkor vannak olyan opciók, hogy ki kell fizetni a szerződésbontási összeget, tehát ezt így, ahogy mondod, alá kell inni egy szerződést, egy éves tagsági díjat, és akkor van ez a $10 kedvezmény. Amúgy, hogyha csak egy napos napi jegyet szeretnél, akkor igen, ilyen $20-25 napi jegyekbe bele lehet futni. Ja, és eszembe jut, van még egy nagyon extra dolog Amerikában, tehát azért ott láttunk már olyat, hogy effektíven nincs öltöző. Volt olyan, hogy nincs öltöző? Nem voltál még olyan amerikai teremben, ahol nincs öltöző, hanem effektív a budiba kell bemenni, ott van egy puff a sarokban, ott kell átöltözni, és egy külső szekrénybe berakhatod a cuccarat, hogyha van lakatod? Hát a külső szekrény az nagy divat nálunk.
hogy nincsen belső szekrény, vagy csak egy kis öltöző van, és az is előfordul, hogy nincsen nagyon jó zuhanyzó. Vagy nincsen férfi meg női öltöző külön, még az sem, hanem van egy WC, sarokban a puff, átöltözöl, kiviszed a cuccadat a folyosóra, és ott egyébként kicsit logikusabb, mert elég jó tér kihasználási szempontból, hogy a folyosón vannak a, vagy egy külső falon vannak effektíve a polcok, nem kell ezért külön öltözőt építeni, ahol egy csomó polcrendszer elfér, vagy nem polc, szekrényrendszer, de mindegy. Viszont tehát melyik ez a nagy híres terem, amire azt mondják, hogy jobb, mint a Gold's Gym, egyébként a Túróst, és ott van Vegasban? Dragon's Lair. Na, én ott még nem voltam. Ja, akkor azért nem tudod, hogy a nagyon híres Dragon's Lairben nincsen ott se normális öltöző, nincsen külön férfi, női, semmi, van egy WC, bemész, puff a sarokban, és akkor ott öltözhet. Igen, ott én még nem voltam, pedig ez tényleg egy nagyon híres edzőterem, csak ugye mivel én Elevation tag vagyok, és Vegasban is van egy Elevation, ezért amikor én ott voltam, akkor ott edzettem. Viszont ez talán egy különbség, vagy érdekesség, hogy ezek az öltözön kívüli tárolószekrények vannak, és senki nem nyúl senkinek a cuccához. Sőt, még azt is szoktam látni, hogy néha van, hogy nyitják az emberek, elfelejtik, hogy hol, én is el szoktam felejteni, hogy hova rakom, kinyitja, ott van egy cucc, bezárja. Itt nekem még soha nem tűnt el semmim. Tehát nem mindenki visz lakatot magával, hanem leszarják, berakják, úgy aztán kész. Igen. Visznek azért magukkal, én is szoktam, de nagyon sokan nem visznek magukkal, és nem foglalkoznak vele. Annak ellenére egy csomó dologban mondod, hogy mennyivel, hát igazából jobb, mint itt. Jobb a közösség, a versenyzők kicsit barátságosabbak egymáshoz. Szerintem Magyarországon is van egy nagyon jó versenyzői gárda, de valahogy azért a rivalizálás is erősen érezhető. Tehát én nem látom azt a nagy összefogást, azért, hogy finom legyek. Erre mondhatnék egy csomó példát a saját életem belül is, de felesleges. De mégis honvágyad van, és mégis szeretsz idejönni. Tehát te milyennek a pszichológiai oka, hogy te nagyon-nagyon szeretsz idejönni, és már most azzal jöttél, hogy szeretnél itt lenni a szupervadin is? Igen, hát ez fordító pszichológia nálam, vagy nem is tudom, hogy mit mondjak rá. Nagyon-nagyon szeretek Amerikában élni, ugye az otthonom 8 éve lassan, és... teljesen más, mint Magyarország, de Magyarországot is nagyon szeretem, és nagyon hiányzik, és ahogy telnek az évek, úgy érzem, hogy egyre jobban hiányzik, és mégiscsak itt van a családom, mondjuk nekem egy kicsit szét van szórva, mert édesapám a feleségével Németországban él, a két testvérem itthon, én ugye Amerikában, úgyhogy elég kevés időt tudunk együtt tölteni, de mégis itt van a két testvérem, akiket nagyon szeretek, a nővéremnek most már 2 gyereke van, és jó érzés hazajönni, amikor itthon vagyok. Meg azt hiszem észre, hogy annyira nagy elterjedtsége van most már a testépítésnek itt Magyarországon, meg sokan érdekeltek ebben a világban. Ugye hát láttuk, hogy mennyien voltak kint a Master Beach-en. Ez a minősítő bajnokság, ez a legjobb ötlet volt. Nem tudom, hogy ki találta ki, de ez egy fantasztikus ötlet volt, mert tudod, hogy én voltam. Rengetegen voltak, és nagyon sok fiatal volt, és ez nekem annyira jól esett ezt látni, hogy őket ennyire érdekli, és ennyire fontosnak találják, és nem az a fontos, hogy a bulizás, és a piálás, meg a TikTok, meg ilyenek. Ez nekem nagyon-nagyon tetszik, és mégis egy kis ország vagyunk, és tök nagy kultúrája van a testépítésnek itthon, ami egy fantasztikus dolog. És hát, itt vagy te, meg barátaim, akik nem az, hogy kint nincsenek barátaim, de itthon valahogy más. Nem. Talán mélyebb itt a dolog, mint mert Amerika kicsit felszínesebb, tehát mindenki kedves, meg ilyesmi, de valahogy én azt vettem észre, hogy nem tudom, nincsen olyan szoros ismeretségem senkivel, csak tényleg azt vettem észre, hogy felszínesen nagyon kedvesek, de ha valami, például valami probléma van, akkor már igazából nem érdekli őket. Nem is az, hogy felszínesen, csak ugye mindenki szét van szórva Amerikába. Azért elég nagy távolságok vannak, minden versenyző más-más államból, vagy más országból jön, és a lányok ismerik egymást, de nem olyan barátságban vannak, hogy minden nap találkoznak egymással, mivel
lehet, hogy az egyik ők ugye Vegasba él, a másik meg Floridába, ami teljesen a két véglete Amerikának, úgyhogy nehezebb úgy barátságokat kötni. Amíg itthon, ugye Budapest, meg még Magyarország is nem egy olyan nagy ország, akik ebben a versenyzés világában vannak, ők valószínű egy városba vagy egy körzetbe laknak. Ez is benne van, de lehet, hogy a pszichológiai is más egy kicsit. Az jut eszembe, hogy én a karrieremet motoros futárként kezdtem egyébként, amikor Budapestre költöztem, és nekünk nagyon jó társaságunk volt. Tehát a maga a futár csapat, hát egész nap körködtünk, de az csak ott működött benne a cégnél. Tehát melón kívül egyáltalán nem lehetett semmit összeszervezni, melón kívül ez nem létezett, ez a közösség csak a munkában, ott nagyon jó haverság volt, de azon kívül nem. Más az amerikai kultúra, mint a magyar. Úgyhogy én lehet, hogy nem találom meg a közös hangot az amerikaiakkal. Nagyon szeretek Amerikában élni, de kint Amerikában is, aki barátom van, barátom, barátnőm, ők magyarok. Na, ezt nem gondoltam volna egyébként, hogy ezt fogod mondani. Térjünk rá egy kicsit, ha már felhoztad, hogy voltál lehet-e például az LLT Muscle Beach-en, Venice-ben? Nem voltam még, de Miami-ban is van egy ilyen Muscle Beach tengerparti edző rész, és annyira meleg van mindig, hogy én nem tudom, hogy ott hogy tudnak edzeni. Én nem tudok olyan melegbe tenni. Én most nagyon örültem is neki, ugye esni nem esett, nagy szerencsénk volt, azért ment az Erika hozta az esőkabátját, és azt mondta, hogy mivel volt, na, esőkabát nem fog esni, és nem is esett. De nem volt verőfényes napsütés, aminek én nagyon örültem, mert én a szombati napra voltam beosztva a tímedzésre, és nem volt meleg, nem azt mondja, nem volt meleg, pont jó idő volt az ilyen kinti edzéshez. A pénteki nap, akik edzettek, ők azért kaptak a melegből, és ha emlékszel, a Muscle Beach előtt mi beszélgettünk és kérdezted, hogy milyen programot szeretnék csinálni, vagy milyen edzést szeretnék csinálni, és mondtam, hogy olyat, amiben a legkevésbé fogok megizzadni, mert nem szeretem, amikor edzés közben folyik rólam a víz, és akkor tapad hozzám a hajam, és utána nem tudom, hogy fogok lefürdeni, vagy hol fog lefürdeni. Úgyhogy ez egy tökéletes időjárás volt. Én nem szeretem a kinti edzést, viszont nagyon szeretem nézni, hogyha valaki kint edz. A Muscle Beach-en nagyon egyszerű a megoldás, mert edzés után beugrasz a Balatonba, és akkor le vagy, effektíve le vagy zuhanyozva. Egyébként szerintem ezt én intéztem el, hogy jó idő legyen, megmondom, hogy hogyan. Van erre egy módszerem. Tehát én nagyon sokszor a Muscle Beach-re motorral jöttem. Ha motorral jöttem volna, akkor biztos, hogy esett volna az eső, de mivel nem motorral jöttem most, ezért volt jó idő. Tehát ez volt a módszer, amit alkalmaztam. Hát nekem a Muscle Beach-be egyébként az a rész nem jött be, ugye, amikor vége van a programnak, akkor lazulás, és akkor lehet motorozgatni a Balaton parton, vagy kabrióval mászkálni, vagy ilyesmi, ez most nem jött be egyáltalán, mert pont utána rossz idő lett mindig. De hát ennyi baj legyen, a lényeg, hogy lement a dolog. Arra voltam egyébként kíváncsi, hogy lettem volna, hogy ott ami Muscle Beach-szerű képződmény van ott Miami-ban, ott szoktak lenni rendezvények, ilyesmi, mint amit mi csináltunk? Nem szoktak rendezvények lenni, úgyhogy ez szerintem nagyon különleges dolog itt, hogy ezt minden évben megrendezitek. És egy nagyon jó ötlet, mert annyira sokan jöttek el, és annyira jó, hogy van rá lehetőség, hogy így azokkal az emberekkel, akiket követnek nap mint nap, vagy követik a versenyszezonukat, követik a munkásságukat, van lehetőség rá, hogy oda jöjjenek, egy légtérben edzenek velük, beszélgessenek, kérdezzenek, úgyhogy ez fantasztikus volt. Hozzám is jöttek oda páran, az általános kérdés az volt, hogy lehet Amerikába kiköltözni. Ja, meg vízum problémákat gyorsan meg kellett volna oldanod, ugye nyilván, hogy hogyan lehet kimenni Amerikába bikini versenyzőnek, hát az élet az egy kicsit ennél bonyolultabb. Szerintem viszont megúsztad azt külön edzés műsort, mert ugye egy pár embernek, majdnem mindenkinek terveztem, hogy lesz valami bemutatója, egy olyan gyakorlat, amit húzósabban tud megcsinálni, csak egyszerűen nem volt idő, úgyhogy ilyen szempontból nem baj, hogy nem találtuk ki, mert nem volt idő, mint hogy nem volt idő a vízibicikli bajnokságra se, vagy a Jumbo Evo versenyre se, meg ezekre a dolgokra sem igazából. De egyébként Venice-ben, a Muscle Beach-en ott van hasonló rendezvény, mint ez, van hasonló színpadi verseny is. Az is ilyen kicsit olyan jellegű, olyan szempontban, mint a mi Muscle Beach-ünk, hogy az se az a nagyon véresen, komolyan vendő verseny. Viszont hát
Annak ellenére nem egy top verseny volt a Mr. és Mrs. Muscle Beach. Szerintem azért ennek előbb-utóbb lesz a rangja, ez is a cél, hogy ezért lett ez Mr. és Mrs. Muscle Beach, hogy kiválasztuk azt az egy szerencsés, illetve egy jól készült, felkészült versenyzőt, aki aztán ezzel a címmel mehet haza. És hát ugye ne felejtsük el, hogy te találtad a díjat, bár a végén azt elszúrtad, úgyhogy föl kell hívnom Kormos Zoli edzőgurut, hogy mi adjuk át a díjat ketten. Igen, ez egy véletlen volt, ez abszolút. Tehát erről azt kell tudni, hogy körülbelül 2 órán keresztül föl-le mászkáltunk a lépcsőn, és te ott voltál a felénél, aztán a másik felét Pete Sárával csináltam, majd aztán visszajöttél, és azt mondtad a Sárának, hogy végeztünk. És akkor én azt gondoltam, hogy ha végeztünk, akkor megyek, ledőlök az egyik napágyra, és akkor volt az abszolút, tehát nem végeztünk, és nekem az abszolút ki is ment a fejemből, sajnos, de igen, én adtam át a díjakat, és nagyon-nagyon sok versenyző volt, és mindenki nagyon jó formában volt, és nagyon izgultak, és nagyon aranyosak voltak, úgyhogy szerintem ez évről évre jobb lesz, ugye én láttam a tavalyit is, idén annak ellenére, hogy folyamatosan azt mondta mindenki, hogy nem lesz jó idő, így is nagyon sokan jöttek el. Tehát köszönjük mindenkinek, aki eljött, mert ez egy fantasztikus verseny volt. Még egy téma van a végére. Igaz, hogy túl komolyak voltunk eddig, és nem voltunk elég vidámok, de ez pont egy komoly téma. Mert ha már felhoztad, hogy jöttek ezzel a hülyeség, hogy lehet Amerikába kijutni, vagy ilyesmi, akkor azért szeretném ma beszélni arról is egy kicsit, hogy egyáltalán nem kolbászból van a tejfel, vagy hogy mondják ezt, tehát ne, egyáltalán nem könnyű neked se, hiába jó hangzik, hogy Amerikában vagy, és mindig mész a versenyekre, meg szeminár, meg ide-oda, az azért egyáltalán nem úgy van, mert mi azért szoktunk beszélni nyilván, hogy most ott olyan hű, de könnyű lenne az élet, tehát neked is megvannak a napi küzdelmeid bőven. Igen, szerintem még egy kicsivel nehezebb is kint az élet, ugye más. Itthon sem könnyű, de azért kint sem könnyű, főleg bevándorlóként nem könnyű, hiába vannak már meg a papírjaim, azért mindig ott van az az érzés, hogy mégsem oda tartozok, ugye a nyelvet jól beszélem, de sokszor belefutok abba, hogy nem értek hivatalos dolgokat, hogy mit, hogy kell elintézni, akkor valakit meg kell kérnem, hogy segítsen. Tehát nem egyszerű, és nem egyszerű megkapni a papírokat. Én ugye házasság után kaptam meg a papírokat, de azért ez egy hosszú-hosszú folyamat. Úgyhogy amikor ezt kérdezik tőlem, hogy lehet kijutni, meg de jó lenne kint lenni, persze nagyon jó kint lenni, de nem egyszerű kint sem. És azért kint is borzalmasan magas az infláció most, és elég nehéz megélni. Úgyhogy nehogy azt higgye bárki is, hogy kint sokkal könnyebb, azért mert Amerika. És akkor nem beszélve arról, hogy most már megvannak a papírok, de ezeket meg is kellett szerezni, meg azért a munka se egyszerű, mert közben suliba jársz, azért ezt mind meséljük el, hogy nem csak úgy, személyi edzősködünk, és akkor minden jó. Így van, tehát én teljes időben járok suliba, vagy a full-time student vagyok az egyetemen, dietetika és táplálkozási tanácsadást tanulok, most fogok decemberben diplomázni, emellett dolgozok, és emellett még ugye pózoktatásokat is vállalok személyesen, vagy pedig online, úgyhogy reggel 5-kor vagy 6-kor kelek, attól függ, hogy ha csinálok reggeli kardiót, akkor 5-kor, hanem akkor 6-kor, és este 9-10-kor érek haza, és van olyan, hogy hajnali 2-ig még házi feladatot írok. Úgyhogy abszolút nem könnyű. Azon gondolkozom, hogy volt-e valami vicces történetünk, de igazából nem jut semmi eszembe. Egy dolog viszont eszembe jut, hogy ismerkedtünk meg, mert egyszer csak megjelentél az edzőtermek csatáján Miskolcon, és ott találkoztunk először. Igen, amikor én hazajöttem, és a Goldba voltam edzeni, és akkor a Béla mondta nekem, hogy Miskolcon van egy terem, amit akkor átvettek, vagy átvettek, nem is tudom, hogy mi volt vele a lényeg, de hogy akkor éppen ment ez a edzőtermek csatája, hogy van-e kedvem megnézni, és persze, tök szívesen elmegyek, és akkor ott voltál te. Ugye én akkor már hallottam rólad előtte a BBTV-n keresztül, és meg hát a Bánit szerintem mindenki ismeri, és egy nagyon kellemes csalódás voltál nekem. Azt hitted, valami szörnyű ember vagyok? Nem, de
egy káromkodásra hagytam a szádat. Az már rég volt az az időszak, tehát azt már szofisztikáltam a viselkedésemet, mert rájöttem, hogy ez nem jó. Igen, ezt mondtad is nekem, hogy te nagyon sokat változtál, és nagyon sokat változtál. Mi ugye ott nagyon jóba is lettünk, azóta napi szinten beszélünk, és nagyon sok embert megismertem ez alatt, az idő alatt tavaly, amikor itthon voltam, akikről már hallottam, vagy akiket ismertem, de nem személyesen, és mindenki annyira kedves, és annyira rendes, és azért mondom, hogy azért mégis ez a testépítő közösség itt Magyarországon kicsi, de mégis mindenki nagyon jó ember. Hát ezt azért így nem mondanám, hogy mindenki nagyon jó ember, inkább azt mondom, hogy nagyon nagy bajok vannak, de azért vannak nagyon jó emberek is, és ami érdekes, hogy te azonnal így gyakorlatilag, mint ha mindig így közöttünk lettél volna, tehát hogy megismertelek rögtön, ez volt a benyomás, aztán ugye a Mászőbicsre is lejöttél, és akkor onnan már egyenes út volt a Team Sitekbe igazából, mert láttam, hogy te abszolút ide való vagy. Hozzá tartozik ez a dologhoz, hogy egy kicsit itt belemegyek egy kis pszichológiába, egy másodpercre. Ugye az, hogy te másnak hittél engem, mert azt hitted, hogy káromkodós vagyok, ez egy olyan dolog, hogy én ezt a korszakot lezártam, és az ember tehát egyrészt fejlődik, másrészt vannak dolgok, amit rosszul csinálsz, vannak dolgok, amiben hibázol. Nekem most például volt egy másfél éves időszakom, amiben nagyon nagy hibát követtem el, úgy látom, hogy te elszúrtam valamit, ezért tűntek el például az előző BB rádiók, mert az úgy gondolom, hogy rossz volt, azt rosszul csináltam, és ezen most változtatnom kellett. De tehát mindig van egy lehetőség, amikor azt mondod, hogy jó, nem csináltam jól, mostantól pedig jól csinálom. Tehát egyszerűen átértékeled a dolgaidat, és lehet utána a dolgokat jól csinálni, és ebből semmi baj nem történik, ha elismered, hogy hibáztál, és tovább csinálod jól. Ugyanez a rádió nem fog kikerülni olyan hamar, úgyhogy legalábbis szerintem nem fog kikerülni olyan hamar, de 15-én? 15-én, igen. Lesz egy program, amiben egy kicsit én is benne vagyok, mert én fogom nektek modellálni ezt a témát, de meg lesz az első effektíve saját. Hát ha nem is szemináriumod, inkább egy ilyen mini szeminárium és pózoktatás, nem bírok beszélni már. Tehát ha nem is az első szemináriumod, de egy ilyen kis mini szeminárium, vagy pózoktatás, vagy ilyesmi a Sitek Goldban, Salamon Diával közösen, és utána pedig remélhetőleg majd fogunk találkozni a Superbadin, meg hát aztán majd remélhetőleg a Master Beach-en megint. De mindez előfutára annak, hogy igazából te most pózoktatással fogsz foglalkozni, online pózoktatással. Na most Magyarországon egy kicsit abban vagyunk, hogy már mindenki pózoktató, mindenki személyedzés, mindenki pózoktató. Én tudok egy-két nagyon jó oktatót, akit szoktam ajánlani, de most valószínűleg már téged foglak, hiszen megvan ez a rutin, de akkor ezt most kimondhatjuk innentől kezdve, hogy ez most már lesz. Igen, így van. Most már ugye, ahogy mondtam, hogy hamarosan diplomázni fogok, így próbálok teljesen átállni elfelé a világ felé, hogy a jelenlegi munkahelyemről el fogok jönni, és csak a pózoktatással elsősorban, mert ugye a versenyzés világa érdekel a leginkább, és aztán, ahogy meg lesz majd a diplomám, az életmód tanácsadással és versenyfelkészítéssel is fogok valószínűleg foglalkozni. Ugye a pózoktatást azt már csinálom egy ideje, csak így idő hiányában azt jobban háttérbe szorítottam, de most már sokkal többen fogok vele foglalkozni. Na ez volt a BB Rádió, a végén jó bereklámoztuk a Gabit, amiben egy kicsit egyébként ez is volt a célom, hogy felhívjam a figyelmet rá, hogy lehet hozzá fordulni, és ez nem a többiek ellen szól, egy kicsit mondom visszás, hogy boldog-boldogtalan pózoktató akár nulla rutinnal, de akinek ő szimpatikus, mindenképpen érdemes hozzáfordulni, hiszen megvan a rutin, tehát neki megvan az a lehetőség, folyamatosan tud fejlődni ott Amerikában, mert hát ennek a sportnak mindig is, nem mondja, az ős hazája, központja mindig Amerika lesz. Úgyhogy ez volt a BB Rádió, a viszont hallásra, sziasztok! Sziasztok!